Sokkal többen érdeklődnek az európai parlamenti választások iránt, mint 5 évvel ezelőtt. Derült ki az Eurobarométer legutóbbi közvéleménykutatásából. A felmérés szerint az uniós polgárok 60%-a nagyon vagy valamelyest érdeklődik a júniusi választások iránt. Ezzel szemben csak 40%-uk mondta azt, hogy nem nagyon érdekli, vagy egyáltalán nem érdekli a szavazás. A résztvevők 71%-a mondta, hogy valószínűleg szavazni fog az EP választásokon, ami 10%-pontos növekedést jelent 2019-hez képest. Úgy tűnik, a globális ügyek kiszámíthatatlansága aggasztja a választókat. A polgárok 81%-a szerint a jelenlegi nemzetközi helyzet még fontosabbá teszi a szavazást. A választókat a megélhetési válság is foglalkoztatja. A szegénység elleni küzdelem, a közegészségügy és az új munkahelyek teremtése a három legfontosabb ügy az európaiak számára. Az Eurobarométer másik kiemelkedő eredménye magának a parlamentnek a megítélése. A polgárok 40%-a állítja, hogy pozitív képet alkot a parlamentről, amely az egyetlen közvetlenül választott uniós intézmény. 40%-uk semlegesen ítéli meg az intézményt, és a megkérdezetteknek csak 18%-a mondott negatív véleményt. Ez az első alkalom, hogy a pozitív megítélés felülmúlja a semlegest a felmérésben.